komoly menetelés közepén tart a Fradi női kézilabda csapata. Az elmúlt hetek remek eredményei után, amelyek a BL elődöntőt elérhető közelségbe hozták, a következő időszakban újabb nehéz mérkőzések sora vár a lányokra. A hétvégén Szlovéniába utazik a csapat a Krimhez, majd fogadja a Győri Etót és a Román Balcsát. Eközben természetesen a bajnoki mérkőzések is sorra követik egymást. Az elmúlt hétvégén az igen durva játékkal előrukkoló Dunaújváros volt a Fradi vendége. Hogyha léteznének női gladiátorok, akkor azt hiszem, hogy a te lányaidra el lehet ezt mondani, de te mennyire vagy megelégedve velük? Hát igazából, én azt gondolom, hogy ebbe az összetételben ez így egy teljesen jó eredmény. Na, mindenképpen cél volt az, hogy azok, akik az elmúlt időszakban kevesebbet játszottak, játszanak, valamint az Izinek, akinek nem ment jól az utóbbi időben a támadó játék, hogy ezt egy kicsit megpróbáltuk emelni. De én úgy gondolom, hogy azért a 9 vagy 10 gólja az mindenképpen azt mutatja, hogy jó volt ez a döntés. Hát ugye ez a nekem meggyőződésem, hogy az egyik legdurvább és legalattomosabb csapat a magyar NB1-ben, ez a Dunafer. Tehát én azt is kértem, hogy vegyük fel a kesztyűt, tehát itt ne kíméleteskedjünk velük, de ne sérüljünk meg. Tehát feltétlenül úgy gondolom, hogy ez egy nagy adok-kapok volt. Én nagyon sajnálom azt, hogy a magyar játékvezetésnek pillanatig ennyit ér a mi BL menetelésünk, hogy azért egy kicsivel nagyobb fegyelmezettséget gondoltam volna ma a pályára, tehát magyarul azért jobban meg kellett volna torolni ezeket a durvaságokat. Matematikailag akkor úgy néz ki, hogy bebiztosítottátok magatokat. Hát ez a második helyünkről szólt, ez a mai mérkőzés, tehát így alapszakasz másodikok vagyunk a hátrévő 4 forduló eredményétől függetlenül, de hát én nem gondolom azt, hogy ez veszélybe forgott volna, tehát mindenképpen jó ez a tudat. Én azt gondolom, hogy időnként tetszetősen is jól játszottunk, aztán a végjáték az már annyira első félidő vége, meg a második félidő vége sem tetszett annyira, de mindenképpen pozitívum, hogy senki nem sérült meg ebbe a valóban, ahogy te mondtad, a gladiátor harcban. A világ egyik legerősebb csapatát sikerült megnyerni az elmúlt időszakban. Hogyan vélekedsz erről? Nagyon örülök neki, tehát mindenképpen egy óriási győzelemnek, valahol csodának gondolom, meg az, hogy a szívünk valami rettenetesen a helyén volt, és főleg az, hogy a fél időben így eldöntöttük magunk között, hogy nagyon-nagyon sok energiát mozgatunk meg azért, hogy itt csináljunk egy ilyen nagyon nagy bravúr. És hát ugye a közönségünk segítsége nélkül ez biztos, hogy nem jött volna létre, tehát ez sokadszor és újra egymásra talált csapat és közönséget, tehát ennek nagyon örülök. És ugye arról is kell beszélni, hogy azért az utóbbi időben a sérülések is azért meghatározták a csapatnak a működését, úgymond. Erre mennyire kellett megváltoztatni a stratégiát? Készültünk olyan dolgokkal, ami esetleg ilyen stratégiai váltás lett volna, de aztán hál' Istennek nem kellett alkalmazni, mert ez mindig egy lutri, tehát azt, hogy edzésen valamivel készülünk, annak azért mindig lehetnek negatív következményei mérkőzésen, tehát amíg nem muszáj, addig nem nyúlunk ezekhez az eszközökhez, itt most nem kell. Áruljátok el, hogy mivel stufolt fel benneteket Elej Gábor edzőtök, így a meccs előtt. Hát igazából az ötteni mérkőzés ugye az X lett, és most meg akartuk mutatni, hogy mi a valós különbsége igazából a két csapatnak. Igen, hát revansot kellett mennünk, azért mégiscsak pontot vesztettünk ott, és most az, ahogy a Nelly mondta, meg kellett mutatni, mi vagyunk a jobbak. Szoktátok nyilatkozni, hogy most nagyon nagy rajtotok a teher. Mennyire vagytok fáradtak, hogyan érzitek? Ez a mai mérkőzés szerintem azért is volt most jó, mert azért néhány kulcsjátékos pihenhetett. Nyilván ők sokkal jobban fáradtabbak, mint mi. Azokon a meccseken mi részszerepeket kapunk, de ezért jó ilyenkor az, hogy mi egy nekünk is jó, hogy mi is formába jöhetünk, de ők meg pihenhetnek. A sérülések azok azért nagy mértékben befolyásolják a meccseket. Hát igen, a sérülések azért megnehezítik eléggé a dolgot, de mindegyikünknek így még többet hozzá kell tenni, aztán így össze tudjuk hozni. Igazából rég volt ilyen, hogy 60 percet végig játszottam volna. Nagyon örülök, hogy így sikerült a mérkőzés, és gratulálok a csapattársaimnak is. Én is szintén gratulálok a csapattársaimnak. És örülök neki, hogy a Zsuzsit, meg akik a BL-ben többet játszanak, azokat tudtuk pihentetni. És most így a győzelem végén mit mondott az edzőtök? Meg van elégedve? Azt mondta, hogy hát kicsit sok volt a kapott gól, kicsit nagyon, de egyébként úgy az összképpen meg volt elégedve. És mit szóltak ehhez az óriási szurkoló táborhoz? Hát a szurkolótábor az fantasztikus, ez mindig fantasztikus, ez egy
plusz egy vagy két ember a pályán. Úgyhogy. De lehetett érezni, hogy ilyen nagyon feltüzelt volt a hangulat. Igen, hát szerintem a szurkolókban is benne volt, ha most jobban bíztatnak minket, akkor sokkal meg tudjuk őket verni, és ugye hogy az ottani meccsen ugye pontot vesztettünk, és belesegítettek minket egy több mint 10 gólos győzelembe. Mit üzentek a szurkolóitoknak? Azt, hogy köszönjük szépen, és maradjatok mindig velünk. Igen, így van, ezt én is átadnám nekik.